Az Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karának felvételi adatain is tükröződik az országos tendencia. Az átlaggal megegyező mértékben nagyjából ötödével csökkent az általános eljárás keretében jelentkezők létszáma tavalyhoz képest. Az egyes szakok képzési formák között ugyanakkor jelentős különbségek tapasztalhatóak. A nappali képzésekben egy kicsit nagyobb visszaesést tapasztaltunk, mint a levelező képzésekben. A szakok közül kiemelném, hogy például a levelező szakos szociális munka alapképzésre az előző évinél másfélszer többen jelentkeztek, a többi esetben általában azért csökkenésről számolhatunk be. A szakok népszerűségében nem volt változás ebben az évben, tehát a nappali tagozatos képzéseknél továbbra is a mentőtiszt és szülésznő képzések voltak a legnépszerűbbek. A levelező tagozatos képzések közül, mint kiemeltem, most kiemelkedően sokan jelentkeztek a szociális munka alapképzésre, illetve nagyon sokan választották az ápoló és a védőnő képzéseket. A nyelvvizsgával még nem rendelkező jelenlegi vagy volt felsőoktatási hallgatókat érintő könnyítés, vagyis a kötelezettség teljesítési alóli mentesség az egészségügyi karon 711 embert érint, most az adataik begyűjtése és ellenőrzése folyik az intézményben. Őket értesíteni fogják, hogyan és milyen formában vehetik át okleveleiket. A DK helyettes az idei záróvizsgákkal kapcsolatos változásokról is beszélt híradónak. Elektronikus formában fogjuk lebonyolítani a szóbeli vizsgákat, illetve a szakdolgozatvédést is, tehát a hallgatóknak ilyen értelemben nem kell az intézményünkben megjelenniük, és ezzel próbáljuk ugye a személyes kontaktust a minimálisra csökkenteni. Az egészségtudományi képzéseknél ott gyakorlati vizsgák is elemei a záróvizsgának, így ebben az esetben hát ezeknek a lebonyolítása az demonstrációs teremben fog történni tervezetten. Hozzátette, a Szociális és Társadalomtudományi Intézethez tartozó szakoknál az eredeti záróvizsga időszakot egy héttel meghosszabbítják, ezeket a június 8-án kezdődő két hétben bonyolítják le. Az egészségtudományi képzések esetében ugyanakkor még nem döntöttek az időpontról.